Üdvözlök minden kedves nézőt, én Cebelian vagyok, és ebben a videóban bemutatok nektek pár erős, hasznos, illetve furcsa fegyvert, aminek a megszerzéséhez egy commandra, illetve pár darab aranyra van szükségünk. Na, akkor kezdjük is a commanddal, ugye ez a command egy weboldalon található meg, aminek a linkje a leírásban megtalálható, nekem már ki van másolva ez a command, ezért csak egy command blokkra van szükségem, per kive Cebelian Minecraft 2. Command block, ezt beadoltuk, lerakjuk, ugye a Ctrl V billentyű lenyomásával bemásolom, kell nekünk egy vörös kőblokk, ezt ide szépen mellé rakjuk, legenerálódik nekünk ez a cuccas, itt erre a táblára rányomunk get items, és kapunk egy falusi idézőt, meg egy csillagot. Lerakjuk a falusit, és rádobjuk a csillagot, és kapunk ilyen weapons trader-t, azaz fegyverkereskedőt. Megnyitom az inventory-t, adok be magamnak pár darab aranyat, mert kelleni fog, hogy meg tudjam vásárolni ezeket a fegyvereket, amiket mindjárt be is mutatok. Itt ez a legutolsó nem egy fegyver, hanem ezzel tudjuk deaktiválni ezt a fegyverkereskedőt, úgy, hogyha rádobjuk a Q betűvel, és kész, már csak egy sima falusi. Jó, akkor szépen sorba be is mutatom az összeset, összesen van 5 darab fegyverünk, ez itt nem egy fegyver, ezt majd meglátjátok mire lehet használni. A legelső egy ilyen ugráló TNT, lerakjuk, random elkezd ugrálni, és egyszer csak felrobban, nem tudjuk, hogy merre ugrál és hogy mikor robban föl, ez így teljesen kiszámíthatatlan. Csak lerakunk belőle sokat, és valamelyik hamarabb robban föl, valamelyik is később, és az útvonala kiszámíthatatlan. A következő a rakéta doboz nevet kapta, igazából nem tudom miért pont ezt a nevet kapta, lerakjuk, kapunk egy ilyen üstöt, amiből a víz elkezd így kimászkálni, és átváltozik lávává, láva particle-lé, és nem sokára TNT lesz a láva particle-ből, és elkezd lezonni, mármint nem egy darab TNT, hanem több, nagyon sok mindenhol, és ez szerintem nagyon jól néz ki, ez nekem nagyon tetszik. Elkezd lezuhanni, és fölrobban az összes, nyilván értelemszerűen. A következő a villámblokk nevet kapta, ami annyit tud, hogy lerakom, és hogyha közel megyek hozzá, akkor igen, elkezd belém csapni sok-sok-sok-sok-sok villám, és hogyha survival módban játszanék, akkor értelemszerűen sebeznének is ezek a villámok, viszont hogyha kezembe fogom ezt a lángrudat, akkor ez megakadályozza, hogy belém csapjanak a villámok. És még azt kell tudni erről a villámblokkról, hogy csak a játékosokat érzékeli, tehát ha odarakok egy creepert, vagy egy tehenet, vagy egy malacot, akkor azokat nem érzékeli, tehát az entitásokat nem, csak is a játékosokat. És azt is tudni kell még róla, hogy simán nem lehet kiütni, csak hogyha a kezünkbe fogjuk ezt a lángrudat, ezzel lehet kiütni. A következő a Superi nevet kapta, és mielőtt még azt gondolnátok, hogy ez miért lenne Superi, hiszen csak fogtok egy sima ilyet és belencsántoltok erő 5-öt, és az is kivégez egy lövésre egy tehenet, megmutatom nektek, hogyha a tehén mellé lövök a földbe, akkor ez sok-sok nyilat elkezd föllőni, és az visszazuhan a földre, és az sebzi az entitásokat, illetve a playereket is szintén, és ez nekem nagyon tetszik amúgy. És a következő, azaz a legutolsó, hogyha lerakom, akkor nagyon sok TNT így lespawnolódik, vagy lerakódik, és miután már elég sok lerakódott, akkor fölrobban az összes, kicsit messze jövök tőle, hogy ne laggoljak be annyira, és szépen fölrobbantak, és egy jó nagy krátert hagytak maguk után. Mi történik, hogyha sokat lerakok? Az úgy elég komoly, nem? Juhú, jön a móka! Ide repülünk így, így. Egy darab FPS-em van. Most nulla. Na hát igen, ez már egy jóval méretesebb krátert hagyott maga után. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyom rá egy lájkot. Én Cebelian voltam, sziasztok!